Üdvözlet! 2022. március 29-e van, és megint mondjak valamit. Főleg olyan dolgokról akarok mesélni, ami a modern vasutazásnak az elektronikájáról szól. Hát csinálnék egy unboxingot is, de először mutatnék pár dolgot. Mozdonyok úgynevezett dekódereket, de a váltók és a jelzők is azt használnak. És általában ebben az esetben az egész vasútrendszerünket úgy kell megtervezzük, hogy valójában képes legyen annyi áramot továbbítani, ami kimondottan elég lesz annyi mozdonynak, vagy annyi elektronikai eszköznek, amit valójában akarunk irányítani. Egy egyszerű dolog, egy mozdony általában 2,5 ampert vesz fel, és legalábbis itt azt hívja. Tehát ez egy híd. Így néz ki. Csak most meg kell tanuljam, hol van a kamera. Ez egy Zimo dekóder van beleépítve a gravitába. És a gravitából ez jött ki, ez egy híd. Tehát azt kell tudni, hogy ha nem digitálisan használjuk a mozdonyunkat, hanem úgymond variométerről, 12 volt, tehát 0-tól 12 voltig emeli az áram feszültséget, és majd megfordítja az áramnak a pólusokat a sínbe, akkor az történik, hogy ez a rendszer továbbítsa az áramot. A legfontosabb az, hogy mindegyik mozdonynak van egy szabványa. Na most a legtöbb szabvány, ez például egy MX-630 4-es dekóder, de ennek a szabványa, tehát 1,5 amperes motort hajt el, és 2,6 amper az áramfelvétele. Már pontosan nem tudom, nagyon is felkészültem, de ez a sok láb, de ezt nem tudom, de tudom a többit. Jó, a Pico mozdonyoknak multiprotokoll, tehát multidekóderje van, de én általában például a Vectronnál, a legújabbaknál a Plax 12-es és a Plax 22-es dekódereket ismerem, azokkal volt dolgom. Tehát ezek a dekóderek a Log Commanderrel nagyon is jól működnek. Itt van egy román gyártott a dekóder, ami egy Plax 22-es. Mivel hogy én egy mozdonyt kinéztem, de pénzem nem volt rá, éppen ezért megtévesztettem, és egy olyan dekódert vettem, ami valójában nem is talált a Vectron, illetve a gravitának. Na, ki ezt mondom? És éppen ezért plusz dekóderen került. Ez egy Trainomatikus Plax 22, most nem akarom levenni. Alig van oda rágógumizva. Ez egy sok lábú, tehát egy 22 pines. Hosszú. Hányan rajta? 16-17 pines. Tehát ez egy Plax 22-es dekódernek, dekóder, mozdonyokba jár. A Trainomatic csinálja, ez egy román valaki. Hát, szállt le egy ilyen. Jó.
Általában ugye a Direct Code Control rendszernek ugye van egy stationje, egy digistation, ezt most részletesebben is el tudom mondani. Ez valójában egy DigiKeys, DigiCentral, DR5000-es. Azt kell mondani, hogy a digitális vasútmodellezésnek a Lincolnja. Ő benne egy routerrel bír, ami IP címeket tud kiadni, és egy androidos telefonnal gond nélkül lehet kezelni. USB csatlakozása van, van neki egy külön programja, amit össze lehet kötni a laptoppal, majd aztán azt is szándékozok bemutatni, és ő neki van egy tápegysége, 220 voltról jön be, USB-vel lehet kapcsolni, és pálya és teszt síneket is támogat. Tehát pályára is lehet kötni, és teszt sínre is lehet tenni. Tehát ez egy valahova fel lehet szerelni, és nagyon is megteszi azt, amiket. Ez a drót jelenleg teszt sínre van, teszt sínt én tárolok, tartok, ami így néz ki. Tehát egy teszt sín. Ez valójában egy Roku bemenet. A Roku Multimouse-nak egyik képessége, hogy teszt sín lehet kötni hozzá és programozni a dekódereket. Evel a rendszerrel, tehát ezzel nagyon is vége van annak a kínlódásnak, hogy próbáljuk programozni a dekódereket Multimouse-on keresztül. Itten úgy programozza az AMD laptopon keresztül a DigiCentral, ahogy mi el szeretnénk írni, tehát egy álom rendszer, és nagyon is szeretem. Persze ez még folyamatban van, hogy más dekódereket is próbáljuk programozni. Roku Multimouse-nak hogy hívják, a használati útmutatója. És azt szeretném elmondani, hogy mik azok a specifikumok, amik le vannak írva itt. Tehát konkrétan ne higgyük azt, hogy vettem egy Roku Multimouse-t, és vele olyan szuperül tudok mindent csinálni, hogy 1024 mozdonyt tudok kezelni. Szép álom. Nem fogod. Amit meg kell figyelni, tehát van programozás lehetőség, meg mindenféle. Nekünk a legfontosabb az, hogy valójában ő milyen áron mennyiséget képes felvenni. Fogok beszélni a CV-kről is. Tehát ami variálban változó. Na most már fontos tudni, hogy az egy dolog, hogy nagyon sok mindennel kompatibilis, de ami a legfontosabb az, hogy mennyi áramot képes felvenni. Tehát álommozdonyok járatása, világítással együtt körülbelül 100 mikroampert vesz fel. Álommozdonyok mérhető és terheléstől függően 300-tól 600 mikroampert vesznek fel. Mi a lényeg? A legfontosabb az, hogy ő egy bizonyos mennyiséget ad le. És erre vagyok pontosabban is kíváncsi, hogy mennyit. Na most, általában tanpe. Neked az áram, na azt kell tudni, hogy van volt és van ampe. És ezek a legfontosabb dolgok. A további lényeges dolgok, mikor az ilyenek megvannak, javasolt attól tanulmányozni, és akkor ki lehet sütni, hogy igazából is mi az, amit valójában képes. És nem utolsó sorból, hogy mi valójában tudjuk kiszámítani azt, hogy mennyi szükségünk, mennyi milyen képessége van például egy DigiKeys-nek,
az feltétlenül fontos megérteni. Tehát mennyire milyen szól, amikor az ember nem készül fel. Hát azt kell tudni, valójában persze fel voltam készülve, csak na. Tehát a Multimouse 15 VDC és 28 VDC-t, vagyis 3,5 ampert tud leadni. Ez max 222 VDC, tehát 19 volt egyenáron van. Tehát 14 volt minimum be kell menjen, de 22 jóval van. Na most, a sín feszültség a váltóra, az ugye az mindig 17, max 17,5 volt, tehát 1-től 1,5 voltig az a változó, mivel hogy az egyenáram az csak a mozdony gépházában alakul át egyenárammal, valójában váltóáron megy, mivel hogy a váltóáron megy, az a képességgel bír, hogy a parancsokat tudja továbbítani. További dolog, még én sem néztem meg, egy Pecos Smartwitch-hez való decodert megmutatni. Tehát így néz ki, eléggé fémlik. Hát nem tudom, na, hogy néz neki. Amit kell tudni az, hogy a Smart Switch az a váltórendszert kezel, vagyis 4 váltót tud kezelni, és ezt be lehet vinni ugyancsak a DRS-be. Tehát ő meg tudja látni, mint kimondottan a decoder és pályához tartozó kezelőrendszer. Amit itt van részletesen leírja, hogy mivel kompatibilis, tehát ez a rendszer kimondottan a Pecos Smart Switch-el kompatibilis, és annyiban jó, hogy mindenféle képesség adott, hogy az ami oda programozza akar. Például egy kérdés, hogy jó, a számítógépen akar irányítani, akkor hogyan keresztül fogom csinálni, akkor van a JMRO program, amivel szeretném összehúzni majd. De most a jelenlegi állapotban ugye a DigiCentral mellé még szükséges lenne körülbelül 5 booster, ami mindig a 16, maximum 17,5 voltos állandó feszültséget tudja biztosítani. Én ezért fontos ezeket a dolgokat megérteni. Tehát a bemenő dekóderbe bemenő áron 9-től max 25 voltig mehet, és a pályának a feszültsége megfelel neki. De direkt váltóalban nem fog működni. Tehát pálya feszültségével fog menni. Mivel hogy a pályán keresztül kapja ő azokat az utasításokat, amivel fogja a váltókat átállítani. Belső használatra, és hogy itt részletesen áll a magyarázó, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat. Nagyban tudom javasolni mindenkinek a Pecos termékeit. Nem azért tényleg nem fizet senki ezért, csak gondoltan elmondom, hogy egy ekkora pályam, ekkora rendelkezésem egy nagyon tekintetes áronfelvétellel bír, és nagyon fontos ezt egy figyelembe venni. Kérdések, javaslatok jöhetnek. Igen, folytatódik az élet. Azt hallassuk, hogy most a következő rész megalkotásán fáradozom, úgyhogy közelebbről lesznek újabb dolgok is. Hát köszönöm a figyelmet, és akkor remélem, hogy
megnéztétek, és valami érdekes láttatok ebben az egész. Én úgy gondolom, hogy én próbálkozok. Minden jót, legjobbakat.